A táborba fiatalok érkeztek Szerbiából, Németországból, Magyarországról, Erdélyből, Szlovákiából és Horvátországból. Együtt elmélkedtek a különbözőség, az egység és a közös európai jövő építéséről. Zenélés közben mindenki a saját feladatát látta el, és mindenki figyelt a másikra. Erről szól a tolerancia, mondta a záróünnepségen Raúl Sándor, a Bács-Kiskun megyei képviselőtestület alelnöke. A toleranciát a legjobban azt fogalmazza meg, amit itt a műsor előtt hallottunk ebben az ütőzenekarban. Ebben a zenekarban voltak az előbb felsorolt nációk különböző országainak tagjai, voltak benne fiúk, voltak lányok, voltak szőkék, voltak barnák, és egy csodálatos produkciót hallottunk tőlük. Egeresi Sándor tartományi képviselő, a tolerancia tábor megálmodója, zárószavaiban hídépítőnek nevezte a táborlakókat, akik európai értékeket hordoznak és sokat tehetnek majd európai jövőnk építésében. És olyan eszméket hirdettünk, mint a különbözőség, az egység, a partneri kapcsolatok építésének tisztelete. Fölvázoltuk a Duna régiót. A fiatalok kialakították a Duna Eurorégió arculatát úgy, ahogy ők átélik, és tulajdonképpen így módon a fiatalok aktívan részt vesznek közös európai jövőnk építésében. Jó volt látni a fiatalos energiát és alkotóerőt, mondta a városközpontban megtartott rendezvényen Kókai Mernyák Melinda, Topolya polgármestere. Egy kicsit visztek magatokkal haza Topolyából, egy kicsit a mi topolyaiaink is megismerhették a táborban résztvevő régiók, városok szellemiségét rajtatok keresztül. Az est végén a fennállásának 35. évfordulóját ünneplő Tanyaszínház Mérföldkő című darabját láthatta a közönség.